Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület ülésén megjelent képviselőket, jegyzőasszony. Ezennel Jászló-Zsabőségi Önkormányzat képviselőtestületének rendkívül ülését nyitom. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 4 tag jelen van, így az ülésünk határozatképes. Gyenes Laci bácsi. Tessék bejönni. Gyere, Laci. Nem kell elnézést kérni, örülünk, hogy itt vagy, úgyhogy akkor újra megállapítom a képviselőtestület határozat képességét. A képviselőtestület 7 tagjából 5 tag jelen van, így az ülésünk határozat képes távolmaradását bejelentette Bajós Robert és Baranyi Sándor képviselőtársunk. A mai testületi ülésen egy napi rendi pont tárgyalására teszek javaslatot. Az erdős otthon fenntartó jogának átadásához az ingóságok ingyenes használatba adásáról döntés. Írásos anyag ezzel kapcsolatban nem készült. Kérdezem a képviselő társaimat, hogy az általa javasolt napirendi pont tárgyalását elfogadják-e. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselőtestület 5 igen szavazattal egy hangulat elfogadta. Hogy kezdjük is az első napi rendi pont tárgyalásához. Az előbb említettem, hogy ehhez az anyaghoz előterjesztés nem készült. Az idő rövidsége miatt tartottam rendkívül fontosnak, hogy rendkívüli testületi ülést hívjak össze. A jegyzőasszony, a pénzügyes kolléga és az intézmény vezetője Budapesten a minisztériumban jártak, ma egész nap ott voltak, és megkérem a jegyzőasszonyt, hogy legyen szíves tájékoztatni a napirenddel kapcsolatos információkat, legyen szíves megosztani velem. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, a mai napon a Budapesten jártunk a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint az intézményünk fenntartó, jogát átvevő fenntartó hívott meg bennünket az önkormányzat részéről egy olyan megbeszélésre, hogy december 31-ig az átadás időpontjáig milyen tevékenységet kell még elvégezni nekünk, mint átadó kormányzatnak, az intézményvezetőnk is ott volt, az otthonvezetője nekünk, mint intézményvezetőnek, ott volt a Fehér Akác intézmény vezetője és gazdaságvezetője, Jászapáti volt, mert ugye tudjuk, hogy úgy veszik át az erdős otthont, hogy ennek az intézménynek lenne egy telephelye a otthonunk, de ebben továbbra is vállalják a kötelezettséget, hogy ugyanígy megtartják azt, hogy telephely intézmény vezetője legyen Ági, és a dolgozókat változatlan feltétellel tovább foglalkoztatják. Tehát már végre eljutottunk oda, hogy a tényleges átadás átvételről beszélhettünk. Ott elmondta a főosztályvezető asszony, hogy milyen teendők vannak ahhoz, hogy itt december 31-ig minden okirat elkészüljön, minden intézkedés megtörténjen, és a lakók, az ellátottak ebből semmit se legyenek észre, hogy mi mekkora hatalmas háttérmunkát végzünk ahhoz, hogy egyik napról a másikra a fenntartó személye megváltozzon, és az ellátás változatlan feltétellel zökkenőmentesen folytatódjon. Tehát ebben ugye dolgozunk már augusztus óta folyamatosan, amikor is a testület már meghozta azokat a döntéseket, amit kértek, de ott abban a döntésben akkor csak az épületnek az ingyenes használatba adásáról kérték a döntést. Most ezen a megbeszélésen jutottak el odáig, hogy hát nem csak az épületről, hanem az ingóságról is kell a tulajdonosnak, az önkormányzatnak és az alapítvány is ugye tulajdonos. Nekik is van a tulajdonokban ingóság, amit használ az intézmény, hogy akkor az alapítványnak is, meg az önkormányzatnak is kell döntést hozni
arról, hogy nem csak az épületet adjuk ingyenes használatba, hanem a benne lévő ingóságokat is. Ez természetesnek is tűnik első kimondás követően, de ugye amikor a szakmai beszélgetések történtek, és akkor nekünk is a pénzügyi vezetőnk Bolyók Laci rákérdezett, hogy ingyenes használatba adás, nem ingyenes vagyonkezelésbe adás, hogy akkor ez hogyan is történik, tehát akkor a vagyon itt marad az önkormányzat tulajdonában, mi fogjuk ezt a nyilvántartásunkba vezetni, de akkor ki fog gondoskodni a karbantartásról, a felújításról, a pótlásról, tehát ezeket rákérdeztünk. És akkor ugye ez egészen más, hogyha vagyonkezelésbe adjuk, és vagy ingyenes használatba, és hát hogy ők folyamatosan az ingyenes használatról beszéltek, és hogy így is van előkészítve az összes irat, tehát hogyha ingyenes vagyonkezelést szeretne az önkormányzat, akkor ez egy nagyon hosszú előkészítési folyamatot igényel, és hogy akkor ez az átadás átvétel most nem történhet meg, vagy pedig ha megtörténik úgy, hogy egy ingyenes használatba adás az épületre és meg az ingóságra is, akkor kezdeményezze az önkormányzat már januárban, hogy ez ne ingyenes használatba adással történjen a fenntartójog váltás, hanem ingyenes vagyonkezelésbe adással, és akkor ők ezt ennek is a szolgálati útját végigviszik, és részükről semmi akadálya nincsen, akkor ez egy új előkészítést igényel, és lehet módosítani azt a megállapodást, amivel most a fenntartói jogot átveszik. Mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy minden megtörténjen az átadás átvitel kapcsolatban, hogy az ingóságon döntsön a testületnek. Eddig nem kérték, mi meg önmagunktól nem hoztuk, nem terjesztettük a testület elé, hogy az ingóságról is döntés szülessen, holott bekérték az egész leltárat az utolsó kiskanálig, hogy milyen vagyon van, vagy mivel működtetjük az intézményt, de a testület határozata nem volt erre vonatkozóan. Így most erre kérték, hogy a lehető legrövidebb időn belül döntsön a képviselőtestület is, arról, hogy a ingóságokat is átadjuk az új fenntartónak, illetve az új működtető intézménynek, és akkor most jelenleg a használatbaadásról szól egy testületi határozat, de akkor már is bele lehet venni azt, hogy akkor a ingyenes vagyonkezelésbe adást szeretnénk a végleges megoldásnak. Röviden ennyit, azt még most akkor úgy elmondanám, hogy akkor ezt tudja a képviselőtestület, mert a legutóbb rendesülésen már a polgármester úr beszámolt arról, hogy a dolgozók tájékoztatva lettek, hogy mind megtörténik a fenntartói jogváltás, de minden dolgozót változatlan feltétellel tovább foglalkoztatnak, mindenki ugyanabban a munkakörben, ugyanazt a feladatot fogja ellátni, remélhető több bérért, mert ott magasabbak az illetmények, ahogy ezt ma megtudtuk, tehát egy kicsit több anyagi elismerésre számíthatnak a dolgozók, mint jelenleg, és ehhez nem is kell hozzájárulni a dolgozóknak, csak kellett tájékoztatni. Polgármester úrral személyesen voltunk ezen a tájékoztatón, én meg írásban is lettek tájékoztatva, ugyanúgy az ellátottak is lettek tájékoztatva, tehát mindent, amit eddig kértek, minden adminisztrációt elvégeztünk. Most itt tartom, ezzel a feltétellel végbe tud menni az átadás átvétel december 31-ig, de folytatása fog következni, mert most ingyenes használatba adásról lesz szó a megállapodásokban, viszont akkor a vagyonkezelésbe adást nagyon fontos lesz intézni. Köszönöm szépen a szóbeli tájékoztatót. Kérdezem a pénzügyes kollégát, hogy ki kívánod egészíteni valamivel? Teljesen jó összefoglalás. Köszönöm szépen, akkor kérdezem a képviselőtársaimat, hogy a napi rendel kapcsolatban kérdése van-e valakinek. Jelens László képviselőtársam, hogy ezt van. Testvérből is, elég csendben, azokat nem kell köszönteni.
Nekem az annyi kérdésem van, csak hogy ez a úgynevezett ingóság, ez milyen értéket képvisel a lelkán részünk. Így nevesítjük le, összegszerűen. Tudjuk? Hát persze, nem tudjuk mondani, csak nem készültünk itt erre. Hát én sem készültem, azért kérdezem. Nem, de nézek Lacira, hogy esetleg... Nem, érdekes egyébként, mert hát egy értéket képvisel, igen, és akkor az... Igen. Vagyunk, hát elég rajtuk. Nyilván valóban az majd érték csökken vereszt évek folyamán. Ha nem fordulják, akkor az el is veszik, mi van. Hát igen, ezért lenne fontos, hogy vagyok kezelésben legyen, adva, hogy azért, ha most úgy adjuk át az intézményt, hogy a működés feltételeje minden ingóság biztosítva van, akkor ez, ha ne adj Isten, ez a megállapodás bármikor meg is megszűnik, attól függetlenül, hogy meghatározatlan időre lesz átadva, akkor az önkormányzat úgy kapja vissza, hogy benne van annyi ingóság, amivel változatlan feltétele tovább tudja működtetni. Ez a legfontosabb. Köszönöm szépen. Jó, tehát ahhoz, hogy január 1-ével átadható legyen, akkor az ingóságokat ingyenes használatba kell adnunk. Ez egyértelműen látszik. Ami az asztalotokon van, azt a minisztériumból küldték most meg jegyzőasszonynak. Ő így nyomtatta ki, és erről már előzetesen beszéltünk, hogy az utolsó utolsó előtti és azt megelőző szavakat, amit egyébként komoly tartalommal bírnak, tehát feladat, itt van az, hogy a feladat ellátás időtartamá így biztosítja, ezt javasoljuk változtatni arra, hogy vagyonkezelői megállapodás megkötéséig. Hát itt az előző tájékoztatóban elhangzott, és előtt a testületülés előtt még beszélgettünk rá, kérdeztem a jegyzőasszonyra, hogy ez ott elhangzott-e, hogy nem zárkózik el, nem zárkóznak el a vagyonkezelési megállapodás létrejti, viszont ha ehhez mi ragaszkodunk, akkor ezt január 1-ig nem lehet megcsinálni, ez több hónapot igénybe vesz ez a folyamat. Tehát ha most azt akarjuk, hogy januárban átadható legyen, akkor ingyenes használatba adjuk, mindaddig, míg mondjuk a február 9-én, ha jól emlékszem, van a rendes testületülés, akkor előkészítjük és kezdeményezni fogjuk, hogy a ingyenes ingóságok ingyenes használatát változtassuk vagyonkezelés, és akkor amikor, ha netalántán úgy adódik, vagy bármi történet, hogy az önkormányzat, vagy bárki kezében ez új feladatellátó lesz, akkor akár az önkormányzat, valaki másnak szándék hozzá átadni, akkor működőképes állapotban olyan ingóságokkal legyen teli az intézmény, amivel zökkenőmentesen lehet biztosítani, folytatni az idősek ellátását. Tehát ez egyébként természetesen nem kötelező, nem is tartom határozati javaslatnak így, a határozati javaslaton ezzel a módosítással, amit most elmondtam, mert ez csak segítség, amit kaptunk, és remélem, hogy nincs ellentmondás, nem lesz ellentmondás aközött, amit a képviselőtestület ezt a határozati javaslatot elfogadja, mint ami szóban elhúzott az egyeztetésen. Hát bízzunk benne. Én úgy gondolom, hogy ez kellő biztosítékot ad arra, hogy ne kerüljön az önkormányzat olyan helyzetben, hogy adott esetben 10 év múlva után, vagy 15 év után visszakerülhet az önkormányzathoz, és akkor az ingóságok nem önkormányzati tulajdonban vannak már, mert lecserélődtek, a miénk is elejtezésre került, az, aki a fenntartó pedig, amit belevett, az meg az ő könyvében szerepel, és az ő tulajdonát képezi. Akkor is kezelhető lenne ez egyébként, olyan formában is, hogy majd akkor ők is ugyanúgy ingyenes használatba adják, de erre mindenféleképpen biztosítékot, számomra egyébként az is megoldás lehetne. Nem lehetetlen egyébként, hogy a februári ülésre, ha minden megy a februári ülésre, valamelyik részét elő tudjuk készíteni, és akkor az a biztosíték meg lesz az önkormányzat számára, hogy bármikor visszakerül az önkormányzathoz, akkor működőképes ingóságokkal kerüljön vissza az önkormányzathoz. Fontos a kérdés. Mi annyival voltunk egy kicsit előrébb, hogy még várakoztunk, addig beszélgettünk róla, és ütökoztunk egy kicsit, illetve megtárgyaltuk, mert nem is igazából volt itt, hanem inkább csak kitárgyaltuk. De abszolút helyes és jogos a felvetés. Ez a... Én egyébként nem tudom, sikerült átolvasni, tehát egy egyértelmű, én úgy gondolom,
jó lett volna tudni hamarabb, ha segítséget kapunk ahhoz, hogy mit várnak még el tőlünk, mert egyébként mi azonnal reagáltunk minden egyes észrevételre, nem maradt intézetlenül a dolog. Ez is azt is bizonyítja egyébként, a mai nap is bizonyítja, hogy délután fejezték be a minisztériumban a tárgyalást a küldöttségünk, és hazafele jövett, már meg tudtuk szervezni a rendkívüli testület ülést, és a 7 tagból itt vagyunk 5-en. Hát úgy gondolom, hogy ez mind azt tükrözi, hogy sem a hivatal, sem a képviselő testület nem odázza el a döntést, tehát azonnal, amikor szükséges, mindenben döntünk. És ezt köszönöm is egyébként a képviselőtársaimnak, hogy itt vannak. További kérdés, hozzászólás vagy vélemény? Nem látok ilyet, akkor fel fogom olvasni a határozati javaslatot, jó? Jász Dózsa, 480 beltöglet helyrajzi számú. Természetben az 5122 Kossuth utca 15 szám alatti kivett szociális intézet és udvar megnevezésű 1800 négyzetméter alapterületű társasházi ingatlan tekintetében Jász Dózsa község önkormányzata, zárójelben, a továbbiakban önkormányzat, zárójelbe zárva, az ingatlan 3/5 arányú tulajdonosaként hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlanban lévő, az idősek otthona feladatellátáshoz szükséges ingóságok a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő Fehérakác Jászmegyszolnok megyei idősek otthona ingyenes használatába kerüljenek, és egyúttal kötelezettséget vállal az önkormányzat arra, hogy az ingóságok ingyenes használatát a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában álló intézmény számára a vagyonkezelői megállapodás megkötését biztosítja. Aki elfogadja ezt a határozati javaslatot, kérem kézfelnyújtásra jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 5 igen szavazattal egy hangulag elfogadta. És akkor a testület ülés végére értük. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Úgyhogy ezen a rendkívül testületülést berekeztem.